Elgurult gyémántok, elveszett gyöngyök. Salgótarján mégsem lesz ékszerkészítő nagyhatalom. Október végén értesültünk arról, hogy itt egy nagy beruházás készülődik, nem is az üveggyár részéről, tehát nem is a bérbeadó részéről, hanem a városvezetősége részéről kaptunk egy ilyen információt. Úgy látszik, rájár a rúd a salgótarjáni iskolákra. A keresztmetszetben nemrégiben láthattak összeállítást arról, hogy a nógrádi megyeszékhelyen sok óvoda és középiskola bezárása van napirenden. És a helyiek azt is beszélték, hogy az indexre tett tantermekre már sok vállalkozás feni a fogát. Aztán bekerült a halálsorba az üveggyár területén működő művészeti iskola is, mert szobáiba egy 4 milliárd forintos beruházás akart költözni. Nem csalás, nem ámítás. Márciusban maga a munkaügyi miniszter jelentette, hogy egy nagy nemzetközi gyémántcsiszoló vállalkozás tápászkodhat fel Főnix madárgyanánt a pusztulásnak indult Öblösüveggyár helyén. Úgy, hogy a magyar kormánytól 864 millió forintot is kap ajándékba. A kétkedők hangját, miszerint hogyan lesznek az üvegcsiszolók a gyémánt professzorai, illetve hogy ugyan kiláthat kincset egy régi belvárosi gyárépületben, akkor még elnyomta az ováció. Az üzlet azóta kútba esett, ám így is vannak tanúságai. Ezeket szemlézi Földi Zsolt riportja. Egy 3 millió forint őstőkével bejegyzett izraeli tulajdonban lévő cég 864 millió forint visszanemtérítendő állami támogatást kap, hogy gyémántcsiszoló üzemet hozzon létre Salgótarjánban. A beruházók az Öblösüveggyár területén lévő volt üvegipari szakmunkásképző intézet épületét találták alkalmasnak, ahol jelenleg bérlőként a Besztercei alapfokú művészeti iskola működik. Az iskolánk tavaly év májusában került kapcsolatba az Öblösüveggyárral. Amikor mi a bérleti tárgyalásokat lefolytattuk az üveggyárral, arról volt szó, hogy nagyon örülnek neki, hogy az épület profiljához illeszkedő bérlő fogja elfoglalni ezt az épületet, és nekik ezzel semmiféle céljuk nincs. Még meg sem száradt a tinta a bérleti szerződésen, amikor nem várt fordulat következett be. A határozatlan idejű bérleti szerződés lehetővé tette a tulajdonosoknak az ingatlan más célú hasznosítását. Tavaly, október végén értesültünk arról, hogy itt egy nagy beruházás készülődik, nem is az üveggyár részéről, tehát nem is a bérbeadó részéről, hanem a városvezetősége részéről kaptunk egy ilyen információt. Egy akkor még meg nem nevezett befektető ezt az épületet tartja alkalmasnak a tevékenységére, gyémántcsiszolás, hiszen erről van szó, ékszergyémántról van szó. A 4 milliárd forintra tervezett gyémántcsiszoló beruházás Boldvai László, az MSZP nógrádi parlamenti képviselője közbenjárásával kerül Salgótarjánba. Ez ügyben Boldvai László többszöri megkeresésünk ellenére sem nyilatkozott. Burányi Sándor munkaügyi miniszter a kiugróan magas összegű állami támogatás odaítélését azzal indokolta, hogy a kormány mindent megtesz, hogy az egyedi határozattal támogatott munkahelyteremtő beruházások a gazdasági gondokkal küzdő térségekben valósuljanak meg. Salgótarjánban az átlagnál jóval nagyobb a munkanélküliség, és számos jól képzett, már korábban az üvegiparban dolgozó szakember található itt. Így elvileg a megfelelő munkaerő kiválasztása nem okozhat gondot. Hát, tulajdonképpen a üvegcsiszolás és a gyémántcsiszolás az két különböző szakmának lehet mondani, mert mivel hogy én is gravírozok, arról tudom, hogy szóval a üvegcsiszoláshoz lehet, hogy kevesebb idő is elég megtanulni, de a gyémántcsiszolás az, szóval én szerintem valahogy olyan, mint a teljesen más szakma lenne tulajdonképpen, és több időt is igényel tanulása. Tamás Ildikó, a Nógrád megyei munkaügyi központ vezetőjétől a munkanélküliek átképzésével kapcsolatban azt a választ kaptuk, hogy pontos információval nem tud szolgálni. Az iskola közelében lakók is aggódva követték az eseményeket. Annyiból jobb most nekünk ez a művészeti iskola, gondolom nyugisabb ennek a háttere, mint hogyha itt biztonsági emberekkel lennének itt körbevéve a házak, mert azért gondolom a gyémántüzemhez ez is hozzátartozik. Korábban szó volt arról, hogy az intézmény ez gyémántcsiszoló műhelyé, illetőleg gyárrészlegé alakul át, ami kellemetlenül érintette volna az egész itt környéken lakókat, annál is inkább, mert a lakóházaktól a maga az intézmény mintegy 30-40 méteres távolságra van. Európai gyakorlat, hogy a városközpontok tehermentesítésére külterületen hoznak létre ipartelepet. Salgótarján déli részén is kiépítettek egy ipari parkot, ahol lett volna még hely a gyémántcsiszoló üzem részére. Örvendetes változásokról számolhatok be. Az elmúlt héten az Öblösüveggyár nemrégiben kinevezett új vezérigazgatójával folytattunk tárgyalásokat, amelyen kiderült, hogy teljesen más helyzet alakult ki az üveggyár, és a különböző bélemények értékesítése viszonylatában nem kell iskolánknak elhagynia az egy éve már bérelt helyet, amelyet ugye mondtam, hogy felújítottunk, átalakítottunk a művészetoktatás speciális igényének megfelelően. Sikerült rendezni azokat a vitás kérdéseket, amelyek úgy merültek fel, hogy ha nekünk ezt az ingatlant el kell hagyni, akkor a különböző beruházásaink hogyan térülnek meg, illetve hogyan tudjuk elszámolni. Burányi Sándor május 6-án egy sajtótájékoztatón bejelentette, az izraeli befektető átmenetileg elállt a beruházás megvalósításától. A befektető döntését a nyersgyémánt világpiac kedvezőtlen alakulásával indokolta. A miniszter elmondta, ha lesz más befektető, ugyanígy egyedi kormányhatározattal támogatni fogják a munkahelyteremtést. A salgótarjáni gyémántcsiszoló üzem körüli nagy port kavart magas összegű állami támogatás és a befektető körüli homály néhány hónapos húzavonája után a salgótarjániak saját bőrükön is érezhették, hogyan hiúsul meg egy állami pénzzel támogatott beruházás. Boldvai László képviselő a helyi labból ismert nyilatkozata szerint a 864 milliós visszanemtérítendő állami támogatást a minisztérium salgótarjáni munkahelyteremtésre fogja fordítani. Így a megítélt támogatás ez évre eső részét, azaz 170 millió forintot is. Úgy tűnik, meglehetősen könnyedén lépnek túl vezetőink egy ilyen komolynak tűnő üzleti befektetésen. Mindeközben Salgótarján polgárai ismét becsapva érezhetik magukat.